1992. április 22-e jelentős nap az ukrán labdarúgás történetében, az ország válogatottja akkor játszotta a Szovjetuniótól való függetlenné válása utáni első nemzetközi mérkőzését. A helyszín Ungvár, az ellenfél pedig Magyarország válogatottja volt. A Jenei Imre által irányított vendégek 3-1-re győztek. Erre a találkozóra emlékeznek kedden Ungváron. A magyar csapat hétfőn érkezett Nyíregyházára, ahol az örökösföldi pályán edzettek a korábbi szövetségi kapitány Gellei Imre irányításával. Ez egy nosztalgia mérkőzés lesz, 25 éve lett független állam Ukrajna, és az első mérkőzést Magyarország ellen játszották. Akkor egy nagyon nehéz első fél idő után sikerült 3-1-re nyerni a csapatnak. Most szeretnének revansot venni rajtunk, úgyhogy állunk elébe, és azokat a játékosokat hívtam meg, akik akkor szerepeltek. Jó pár játékos van ilyen, például Mónos Tamás, Telek András, a Halmai Gábor, Illés Béla sajnos nem tudott eljönni, mert sérülés szenvedett, de itt van a Détári Lajos is, úgyhogy egy nagyon jó összetételű gárdával érkezünk. A magyar válogatottban összesen 13 alkalommal pályára lépő Salló István számára különösen emlékezetes a 25 évvel ezelőtti mérkőzés. Ez volt az első válogatott meccsem, amellett, hogy ez egy történelmi mérkőzés az Ukrán Labdarúgó Szövetség részére. Számomra is az volt, mert első meccs, első gólom, és akkor úgy minden nagyon kereknek tűnt. Az elvárás alapján egyértelműen nyernünk kellett, és így, hogy nyertünk, így is elég sok kritikát kapott az a csapat, tehát a játékunk nem volt az igazi. Jenei Imrének egy új alakuló válogatottja volt, sok új arccal. Nyilván a játék nem volt gördülékeny, de maga a hangulat szenzációs volt, ahogy fogadtak minket, úgyhogy abszolút átitatta a mérkőzést az a hangulat, ami ott körülvette ezt az eseményt. A negyed századdal ezelőtti meccs visszavágóját még abban az évben megrendezték, augusztusban Nyíregyházán szintén a magyarok nyertek 2-1-re. Gellei Imre együttese ezúttal is a győzelem reményében lép majd pályára. Magunk felé egy elvárás is lehet, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az ellenfél rendszeresen jár bemutató mérkőzésekre, úgyhogy biztos, hogy nem lesz egy könnyű feladat. Meglehetősen nagy a népszerűsége annak az együttesnek is. Most álltunk össze a legjobb érzésekkel, és bízunk benne, hogy örömet okozunk mindnyájuknak. A csapat vezetője, Magyar Zoltán még elmondta, szeretnék, ha az öreg fiúk válogatott a jövőben rendszeresen találkozna, és évente 4-5 mérkőzésen láthatnák a szurkolók a korábbi klasszisokat.